felej nekem, édes lányom, hogy szeretsz te engem? Mint a galamba tiszta búzát, mondta az idősebb. Hát te, édes lányom, kérdezte a középső. Én úgy, édesapám, mint forró nyárban a szellő. No, most téged kérdezlek, fordult a legkisebbhez. Mondjad, hogy szeretsz te engem? Úgy, édesapám, mint az emberek a sót. Érdeklődve hallgatták kicsik és nagyokat a másik könyvtárban a meséket, mielőtt felszolgálták nekik a finom limonádét. Nyár elején összedugtuk a fejünket a kollégáinkkal, hogy milyen programot lehetne kitalálni, ami a nagy melegben is kimozdítja a gyerekeket, és hogy eljönnek a gyerekkönyvtárba. Gondoltuk, hogy a mese az biztos, hogy vonzó lesz, csak azt kellett kitalálni, hogy milyen formában meséljünk a gyerekeknek. És akkor jött az ötlet, hogy legyen papírszínházas előadás, ami nagyon-nagyon népszerű a gyerekek körében, és mivel nyár van nagy meleg, ezért kínáljuk meg a gyerekeket valami hűsítővel. És mivel nyáron nagyon hűsítő a limonádé, ezért adta magát, hogy akkor legyen a program neve Keddi Limonádé. És az az igazság, hogy nem gondoltuk, hogy ilyen nagy sikerű lesz, hiszen az első alkalommal július elején egy 6-8 kisgyerek jött a szüleivel a programra, és egyre többen lettek. A múlt heti rendezvényen már alig fértünk be a gyerekkönyvtárba, és ma is lehetett látni, hogy bizony nagyon sokan eljöttek a meleg ellenére. Úgyhogy nagyon örülünk, hogy kitaláltuk és megvalósítottuk ezt a programot a piciknek. A Keddi Limonádi elnevezésű programsorozat nagy sikeret egyszert. Ennek során a mesélés után finom itallal kínálják meg a résztvevőket. A szakember azt mondja, hogy lesz folytatása ezeknek a délelőttöknek az elkövetkezendő őszi és téli szünetben is, hiszen úgy tapasztalják, van rájuk igény. Tudjuk, hogy a mese milyen fontos a gyerekek számára, és egyre kevesebb a mese a gyerekek életében, egyre kevesebb az élő szavas mese, és szerintem azért is van ennek a programnak ilyen sikere, mert hogy az élő szóban hallgatják a gyerekek. Tehát a papírszínházas mese után én mindig még egy mesét szoktam elmondani, és nagyon szeretik a gyerekek, és nagyon nagy türelemmel és figyelemmel hallgatták. Úgyhogy nagyon-nagyon nagy tanulság számunkra, hogy igenis meg kell hirdetni, és kell szervezni ilyen programokat. Nagyon érdekes volt, hogy az első előadáson nagyon vegyes volt a társaság a 7 hónapostól a 7 éves, 8 éves gyerekekig, és aztán kialakult végül is egy törzsközönség, a 3-6 éves korosztályú gyerekek maradtak itt. És bizony volt, aki mindegyik rendezvényünkre eljött, úgyhogy köszönöm nekik is, hogy meglátogattak bennünket. Mindig volt új beiratkozó. A gyerekkönyvtár ugye adta magát, hogy leemelték a polcokról a könyveket, nagyon sokat kölcsönöztek, úgyhogy megnőtt a forgalmunk, úgyhogy minden szempontból jó volt ez a rendezvény. Sok szülő szerint kiemelten fontos a gyermekek számára az élő szóban elmondott mese, így a könyvtár dolgozói a látványosság érdekében egy új formával, az úgynevezett papírszínházzal igyekeznek felkelteni a figyelmet. Ez egy nagyszerű kezdeményezés volt a könyvtár részéről, mert ugye itt a nyáron elég sok időt tudunk a gyerekekkel tölteni otthon, de hát egy idő után az is unalmassá válik, és nagyon jó volt ez a kis program, hogy legalább tudtuk azt, hogy fixen keddenként délelőtt ki tudunk mozdulni, együtt tudunk egy picikét lenni a többiekkel, és míg a mese alatt egy picit lecsendesedtek, lenyugodtak, akkor aztán otthon újra folytatódhatott a játék. Különböző korosztályok is vannak, tehát egészen az iskolás alsó tagozatos korosztályt is megszólította, míg egész picikéket, óvis, bölcsis korosztályt is lekötötte. A mese után mindenkinek volt lehetősége beiratkozni a könyvtárba, illetve kölcsönözni, ami szintén nagyon hasznos. Nagyon-nagyon sok pozitív visszajelzés érkezett a városból, sokszor megállítottak és gratuláltak. Azt se tudtam, hogy mihez, és hát mondták, hogy a Keddi Limonádét hallották, hogy milyen népszerű és milyen jó, úgyhogy nagyon örülök tényleg, hogy sikerült ilyen jó rendezvényt kitalálni és megvalósítani.